Sziasztok! Sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kedves mérleg, nézzük a májust. Mit mond az univerzum, mire figyelmeztet? Nos, május eleje. Május eleje rögtön egy csodálatos kártyalap, maga a gyorsaság. Gyorsan történnek az események, mám valami lóg a levegőben. Ez lehet olyan is, hogy már valami régóta húzódik, és akkor most lesz előrehaladás. Most valami elmozdul abból az állópontból. Ez lehet egy utazás. Ez lehet olyan is valami, amire gyorsan kell ezt választ adni. Például reggel jöhet egy ajánlat, és már este válaszolni kell ez, hogy igen vagy nem. Utazást is mutathat ez a kártya, és repülővel történő utazást azt is szokott mutatni. Tehát repülő lehet, valakinek simán lehet. Nos, itt jött egy ötös. A kelyhek ötöse mutathat egy szomorúságot, egy bánatot. Nem mindig ez valami komoly dolog, nem mindig valami drasztikus, de mégis valamiért nekünk ez nagyobb fájdalmat tud okozni, mint másoknak. Ez olyan is lehet, hogy valaki egyszerűen elhagyta a kedvenc fülbevalóját, és emiatt szomorú. Mások meg azt mondják, na hát, veszünk egy másikat, és kész. Semmi tragikus ebben nincs. Amit tanácsol ez a kártyalap, hogy figyelni kell az új lehetőségekre, amit kínál az univerzum. És a lehetőségek fognak jönni. Itt a király, és az érmék királya. Az érmék királya pénzes, habzsolja az életet, mindent megvehet. Hát ilyenek legyetek, pénzesek. A király ez egy személy, tehát egy ilyen személy fontos szerepet játszhat májusban. Simán lehet egy bankár például. És a pénzre pénz jön. Az érmék kilencese. Nem kell itt szomorkodni, buslakodni, mert az univerzum fog adni új lehetőségeket. Amiért megdolgoztatok, azt ki fogják fizetni. Amiért megdolgoztatok, jönni fog a jutalom, jönni fog a bevétel. És örülni fogtok, hogy ezt nektek sikerült elérni, hogy ezt a sikert csak magatoknak köszönhetitek. Tehát ez pénz. Nagyon jó. Miért is van az a szomorúság? Az a szomorúság lehet itt egy konkurencia. Botok. Egyszerűen olyan dolog, amikor rájöttök, hogy csak magatokra számíthattok, senki nem támogat, senki nem áll mellettetek, egyedül vagytok, és egyedül kell megoldani ezt a problémát. És emiatt lehet ez a szomorúság, ez a csalódás, úgymond, csalódás. De sikerülni fog. Sokszor erősebbek vagyunk akkor, amikor teljesen rájövünk, hogy senki másra nem tudunk számítani, csak magunkra. És akkor jövünk rá, hogy mennyire is erősek vagyunk. Május közepe, kardok kilencese, na hát ez az álmatlan éjszakák lehetnek,
Lelkiismeret furdalás az is lehet, hogy miért tettem ezt, miért cselekedtem így, és ha másképpen tettem volna, akkor mi lenne, vagy miért mondtam ezt, miért sértettem, meg ilyen is lehet. Vagy valakiben csalódunk. Nézzünk tovább. Lehet. Igen. Igen. Jó. Tehát itt figyelmeztetnek a kártyák, hogy valaki esetleg akár figyelhet minket. Lehet itt egy veszekedés, vita, veszekedés inkább. No, de sikerülni fog ebből kimászni, ebből az állapotból, vagy ebből a veszekedésből lezárni ezt a vitát. Valakiben csalódunk, akkor az le lesz zárva, és tovább tudunk menni. Túllépünk ezen, túl leszünk ezen, lesz annyi erőnk. És ez a kártyalap azt mutatja, ez nagy árkánum, hogy lesz előrehaladás a sikerhez. Tehát semmi tragikus nincs, az élet folytatódik, és tudni kell, hogy az eső után mindig kisüt a nap. Ennyi. Na, kisüt az a nap? Persze, itt a nagy árkánum, maga a mágus. Az életed mágusa lehetsz egyszerűen. A mágus az, akinek minden eszköze megvan ahhoz, hogy meg tudja valósítani a terveket, az álmokat, a vágyakat. Kész, minden a kezetekben lesz. Irányítani tudjátok a sorsotokat, ez a lényeg, hogy ti irányítsátok. Ne más, hanem ti. Május vége. Május vége, ugye ezzel a gyorsasággal kezdtük, és itt május vége megint csak beindul valami, valami gyorsan beindul. De lehet ez egy hír, egy üzenet, egy e-mail, egy SMS, egy levél, tehát bármi. Lehet egy hír, lehet valami olyasmi, amit régóta vártatok. És nagy árkánum, figyeljünk, mert titok van a háttérben. Valaki valamit nem mond el nekünk, tehát arra figyelni kell, jó? De itt megint kijött egy csodálatos kártyalap. Hát ez maga a művészet. Ha valaki valami olyasmit el akar kezdeni, ami művészethez kötődik, akár a gyermekünkkel kapcsolatos lehet ez, akkor ez sikeres lesz. Ez a kártyalap igen mutathat olyat is, hogy a gyermekünket beíratjuk egy rajzkörre, vagy egy zeneiskolába, tehát igen, ezt is mutat. De itt ki lehet fogni az aranyhalat egyébként a vízből, és egyébként külön, amit mondani, kettő darab kártya terhességre utal, és tehát gyorsan bekövetkezik a terhesség, tehát valakinek egy külön figyelmeztetés, figyeljen oda. Na, és hatos, csodálatos lap a hatos, lesz pénzünk, sőt, kaphatunk is pénzt. A kiadásokra figyelni kell, vagy ha anyagiakban segítünk valakinek, tehát oda kell figyelni, tehát úgy adjunk pénzt valakinek, hogy azt már nem fogjuk visszakapni. Jó? Ez egy figyelmeztetés külön, de egyébként
Egyébként itt erős, szép kártyák jöttek ki, le kell győzni az akadályokat, le kell győzni a konkurenciát, le kell zárni azt a veszekedést, azt a vitát. Igen, ha csalódunk valakiben, tovább kell lépni. Ennyi. Lehet, hogy végleg le kellett zárni azt a kapcsolatot. Nézzünk egy orákulumot. Takarítsd fel. Tessék. Tehát egyszerűen legyen rend, legyen tisztaság körülöttünk. Ez nem csak az otthonunkra vonatkozik, hanem a lelkünkre is. Tehát legyen béke a lelkünkben is. Tehát azokat a rossz dolgokat, vagy a rossz kapcsolatokat, ha le kell zárni, akkor zárjunk le. Ne hurcoljuk tovább azt a szemetet, úgymond. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!